Amikor a költségvetésben mozgástér adódik, a hozzáférhető pénzeket mindig a családok támogatására szánja a kormány, mondta el Novák Katalin. A politikus szerint ilyen volt a rezsicsökkentés, a családi adókedvezmény bővítése, az ingyenes tankönyv és az ingyenes gyermekétkeztetés, vagy akár a gyedextra is, amit az idei évtől vezetett be a kormány. Egy másik ilyen fontos terület az a bölcsődei ellátás, hiszen aki pici gyermekeket nevel, és mondjuk mind a két szülő dolgozik, ott látják azt, hogy ha nincsenek nagyszülők, családtagok a közelben, akkor a bölcsőde az, ahol el tudják helyezni a gyerekeket. Ezért rengeteg új bölcsődét építettünk, 7000 új bölcsődei férőhelyet hoztunk létre. 5000-et újítottunk meg, bizonyára itt is tapasztalják azt, hogy rendre újabb bölcsődei csoportok nyíltak. Javítottuk a finanszírozást, az önkormányzatoknak megnőtt a mozgástere picit, tehát könnyebben tudják a bölcsődéket fenntartani, mert ez nem egy egyszerű önkormányzati feladat, és még a bölcsődei dolgozóknak, így a bölcsődei felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőknek is emeltük a fizetését, hiszen beemeltük őket a pedagógus életpályába. Ez egy 30-40% közötti béremelkedést jelent január 1-től ezeknek a bölcsődei dolgozóknak. Az államtitkár elmondta, a férőhelyek számának növelése mellett újfajta intézménytípusok kialakításán is dolgoznak. Azon túl, hogy nagyon sok új férőhelyet fogunk létrehozni, több mint 10 000 férőhelyet az elkövetkező években, emellett pedig átalakítjuk teljesen, javítjuk, én azt mondom, a bölcsődei rendszert, újfajta bölcsődék is létrejönnek, lesz a hagyományos bölcsőde mellett mini bölcsőde, családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde. Ezzel azt szeretnénk elérni, hogy ha valahol dolgoznak a szülők, akkor az adott településen, az adott helyen találjanak lehetőséget arra, hogy elhelyezzék a gyerekeiket napközben. Novák Katalin ezekről az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség hagyományos országos téli hétvége elnevezésű rendezvényén beszélt Mária Pócson.